Dávid, már tudjuk, hogy miért. Ezt még mindig az óvodába kéne beíratnom. Jó. Mert gyerekek, ez jött az óvodából, mám a krumpli főzelék. Tegnap grízes tészta, még bableves. És most tudom, hogy fogják mindjárt hozni a vacsorát. És hogy tudjon zabálni. Te mit kaptál, hagyjak meg. Na ezt nézzétek meg! Na gyerekek, ez a gyerekünk! De van nekem egy barátom, ebben a francos világban azt mondják, hogy barát, az én világomban mást mondtak. Ide ülem el. Mit mondtak? Szerelmem. Most csak egy barátom van, még egy olyan külön bejáratos barátom, és ez is úgy eszik, mint a Virág Béla. Doktor, nem uszod meg. Mindegy kis malac. Mindegy kis malac. Na, Hermándi. Bár én ilyen kidulós típus vagyok. Nem merre a malacok, azok csavaros farkból. Ez is olyan, mint a Virág Béla. Tudod, prézint. A házasság a meteorhoz hasonlít. Nem lehet elválasztani egymástól a két pengét, még ha olykor eltávolodnak is egymástól. De ha bárki kettőjük közé áll, együttes örömmel bánnak el a baján. 20 évvel a szerelem gyönyör, 30 életszükséglet, 40 szokás, 50 gyöngeség. Csak egyetlen borzalmas asszony létezik a nap alatt. De minden férj úgy véli, hogy azt ő nyerte el. Házasság, tudomány. A házasságnak állandóan harcolnia kell egy minden fölfalós szörnyeteg ellen, a megszokás ellen. Nincs rossz házasság, csak rossz házastársak vannak. Egészséget! Házasság kölcsönös szerződés férfi és nő között, melyben kölcsönösen megállapodnak, hogy a szerződés napjától kezdve nem mondják el egymásnak, hogy kivel van viszonyuk. A házasság bizonyára a szentség, de a papírost az ördög gyártja hozzá. Azok a tapasztalatoknak, amelyeket az ember a házas életben szerez. Tényleg? Semmi köze a szerelem művészethez. Na látod, ezt a feleséged is hallotta. Utas, mert ott van! Isten azért adta a szerelmet, mert józanul nem házasodna meg senki. Figyelj, te még hajadó vagy, hogy szegyezd meg! Mindennek megvan a maga ideje, kivéve a házasságnak. Én kíves megértem, mert annyira az utam, hogy a piros lára hagyják sokat. Kinek adja? Thank you.
Thank you.